Na, oda kell eljutnunk a mai alkalommal. Ez a terv. Oda bele. Meglátogatjuk az elhagyatott laktanyát. Ez a mai terv. Na, menjünk gyorsan, siessünk. Rohadtul töprengek az, amivel mennyi csöves lesz benne. Ez egy elég nagy létesítmény. Körül kell néznem benne mindenhol. Szobáról szobára fogunk haladni, mint a katonaság. Óvatosan fogok felderíteni, remélem. Tehát egy kicsit összevágom majd a videót, hogy jó legyen. Felmegyünk a tetőre is. Szerintem. Hát ja. Kicsit már itt lelakták. Na mindegy, ez még csak a porta. Ez nem kell foglalkozni. Kicsit háborús. Háborús hangulata van. Pont összefutottam emberekkel itt. Eddig szerencsét nem csövesekkel. Na majd most. Nem biztos, hogy amúgy statikusan full biztonságos az épület. Igazából azt nézem, hogy a plafon nem ártana figyelni, mert simán leszakadhat valami szar kis fejemre. Mindegy, haladjunk. Ez egy kicsit karban van tartva az épület. Szóval... irány fölfelé, nem? Nem igaz, de hogy nem. Baszik, tényleg olyan kicsit, mint a háborúban. Ez egy kicsit szerencsé, hogy nem lőnek vissza, mint Ukrajnában. Irány fölfelé. Aztán valamiből belelépek. Rohadt a tetanuszér.
Nincs semmi. Most azért a fejemben, hogy éjszaka kéne ide jönni, csezd meg. Éjszaka. Az már horrorfilm. Egyszer be kéne adni. Itt volt egy fal régebben. Ez csak egy válaszfal. Mint a Outlast-ben. Menjünk magasabbra szerintem, nem? Emeletet nézzük. Ez még csak az első szint. Várjál, de még elkukkantok, mert szerintem ott hiányzik egy fal. Nehéz lehet katonáknak megtisztítani ezt a helyet. Mármint egy ilyen épületben harcoló katonáknak milyen rohadt nehéz lehet baszki ezen így végigmenni és mindent egyesével kitisztázni. Tisztára harci zóna. Első emeleten vagyunk jelenleg még. Úgy látom, teljesen üres az épület, nem látok mozgást. Szemközti épületben. Eddig csak két ember volt a külső részen, kint épületben. Tovább. Az jó. Nagy zsajunk fölfelé. Játszunk FPS játékot? Jelen elkapná valaki a kezem, közben ezt teszem. Még egy kicsit följebb. Ez fasz a hely. Lehet, hogy van új kedvenc helyem. Padlásra is felmegyünk. A külső részt is meg kell nézni ezután.
Itt lépcsőben már nem lehet oda feljebb menni. Még az lenne a cél. Keresnünk kell egy feljáratot oda. Valamilyen módon. Lehet, hogy az épület nem ezen a részén lesz. Ott még lehet felmenni azon a részen ott. Ott, mintha még lehetne valamit csinálni azon a részen. Oda el kell jutnunk. Outlet-ben ez egy pálya eljutni oda. Abba az ablakba jutunk el mindjárt. Sehol senki. Dél van egyébként, tehát remélem, hogy csövesek ebédelnek. Vigyázni kell, fedezékbe kell lenni, nehogy lelőjenek a mesterlövészek, ki kell így bújni a fal mögül. Mesterlövész állás. Ezt kell csinálni. Találjunk utat a tetőre. Fel kell jutnunk a tetőre. Amit hallottam. Csezd meg, mint egy horrorfilmben, baszki, én lennék az első áldozat, aki rálép a kavicsra, azt megtalálja a szörny. Ja. De egyébként ez a helyzet, megyünk tovább. Aljebb. Jó, szerintem plafon már azon rész, ami leszakadt, az már, vagy le akar szakadni, az már leszakadt. Remélem. Ez már padlástér.
Na itt mindjárt kimászunk szerintem. Fasz a felvételeket készítek, mint egy profi háborús tudósító, vagy nem tudom, katasztrófa tudósító. Na jó, vizsgáljuk meg a tetőt kívülre is. Egyelőre ilyen a tető. Ja. Csak az a baj, hogy rohadtú tériszonyom van. Csezd meg. Még van magasabban mondjuk. Egy másik tetőre kell menni. Jaj, de idegesít a szél most. Ami fasz a kilátás. Valahogy kicsit szem előtt vagyok szerintem. Nem mint hogyha az autósok pont a tetőt figyelnék itt, de az a szem előtt vagyok, lássuk be. Rendőrautó megállott kint, szól vajon? Ott vannak emberek a bejáratnál. De remélem nem haragszanak, hogy körülnézek. Itt. Ó, ott azért szoktak ücsörögni az emberek, úgy látom. Menjünk vissza. Fájni fog kicsit. Csezd meg. Inkább annál szokott. Ez már jó, ez már poly jó. Ez az. Kicsit poros. Itt voltunk az előbb. Oké. És szépen felmegyünk még egy szinten feljebb. Vicces kaland amúgy. Vicces. Izgalmas. Kicsit üres az épület, szóval amikor megmondod a horror játékos jeleneteket, meg a kommandózást, akkor lehet, hogy unalmassá válik. Hoppácska, de megérte attól a kis bokort alatt. Ugye ez a fasz, hogy nincs büdös, szóval legalább higiénikus. Nincs ezt a szarva. Thank you.
Szerintem statikailag lehet, hogy ez egy stabil. Szóval lehet, hogy ez vasbeton, ez nem fog itt összeroskadni alattam. Szerintem. Kicsit még a kertet is fel kell deríteni. Hopp! Hosi! Ja. Ez a helyzet. Most itt eszembe. Minden szakszerű horror játékba le kell menni a pincébe is. Megyünk. Csak előbb én próbálom felmenni a tetőre itt. Nem látom lehetőségét. Kivéve itt. Ja, az már ott egy kicsit jobb, csak minden nehéz felmenni oda, a tél nélkül. Oda kéne feljutni, igazából. Az a teteje ennek az egész hóbelebancnak. Ez lehetetlen, most a másik szárnyban vagyok. Itt is kimegyünk a tetőre, hogy ne. Fasz a felvételeket készítek. Jó lesz ez. Szerintem. Remélem a videó is olyan kalandosnak fogja bemutatni, mint amilyen. Nézzünk csak erre. Na, itt felmászom most mindjárt. Csak addig lestoppolom, jó? Ja. Honnan jövünk? Igazából itt nehezen, nagyon nehezen másznék fel. Próbáljam azért. Baszkét, milyen öblös hangja volt a talajnak. Oda felmásznék, szívesen. Nincs egy létre, csezd meg. Már lehet, hogy nem a legstabilabb. Abban ott már kételkedek kicsit. Na ja, ezek már puha beton szerkezetek itt.
az a környék. Hát, az előbb még egy kicsit lelkesebben mertem erre lépkedni, mert próbálok itt felmászni. Megpróbálok. Ja. Sikerült, azt hiszem. Egyből ő pislogott itt rám, ha már így lejutottam. Csá! Menjád! Na. Ez ugye a tetőtér itt. Tömön bekukkantunk ide. Ide vezett fel az a lyukat. Ja. Jártam bizonyítékot. Yes. Kicsit szeles idő van. Reng amúgy, ez kicsit így rezonál, bereng a beton. Ez a tetőszerkezet annyira nem jön át. Biztonsági szempontból. Nekem tetszik amúgy ez a poszt-apokaliptikus jelenet, hogy fa nő ki az épület tetejéből. Ott egy bokor az épület tetején, ez mekkora effekt már? Kedvenc helyem. Ez is olyan baszki itt a tető, hogy nem merek közlekedni rajta. De nem megyek a szélére szerintem. Nem. Baszki. Annyira tudok szédülni a magastól, hogy lefordulok. Tehát pont a félelem okozza a halálomat. Ha nem félnék, nem halnék meg. És akkor nem kéne félni, ördögi kör. Szédülni kezdve sajnos. Magasban. Nem, csak egy kicsit ezt a bokrot megnézem. Csak meg ezek a lyukok. Lyukkacsos a tett. Többe folyik a víz. Közel sajnos nem merek menni a tető széléhez. De amúgy elég fasz a kilátás. Lehet, hogy most eltöltök itt egy kis időt majd. Szerettem volna amúgy filozofálgatós videókat készíteni itt. Lehet, hogy megteszem. Hoztam témákat. Például csomó érdekes kérdést összegyűjtettem, hogy mit kéne megkérdezni a robottal. Úgyhogy ja, lehet, hogy videózni is fogok. Menjünk be gyorsan itt a tetőn. Na, ugye egy egész fasz a lőállás lehetne. Lehet, hogy van azbeszt amúgy. Ez nem azbeszt? Nem. Jó régi épület, ott még divat volt ez az azbeszt.
Na, most le kell jutnom innen. És a körben. Lehet, hogy ugrás lesz a vége ennek. Már nincs semmi. Akár itt, ez zsákutca szerintem, ide nem mászok le. Ez zsákutca. Tehát ott kéne visszamennem, ahol feljöttem. Tetőn lemászni. Vagy itt belül leugrani. Próbálok. Igazából ez lenne itt egy fasz a direction, de ekkorát nem tudok ugrani. Kint kell leereszkednem sajnos. Hol jöttem? Érdekes az élet. Gyorsan lezúzok itt, aztán kicsit lejjebb megyek. Para. Nehézkes az élet. Ja. Megjutottam is közben egyébként itt. Egy 5 forintos. Pénzt találok a tetőn. Ez egy munka innentől kezdve. Pénzt keresek vele. Nehézkes az élet. Menjünk le. Itt le tudok menni vajon? Van kényelmesebb módja, és menjünk oda-vissza. Ebben én, ez biztos nem tart meg. Ez már para. Nem? Ez már nem mer senki rálépni. Meg ez is pont olyan magas, hogy már fájni fog. Aj. Inkább leereszkedek. Nehézkes. Na most szépen lemegyek, és kicsit körülnézek odakint. Meg keresek valami faszáért videózni. Bár az egész az. Tetszenek ezek a bokrok itt a tetőn. Itt kedvér, megnézzük, hogy erre mi van. Baszki, én faszán laknék, ha hajléktalan leszek, akkor hozok egy sátrat, és itt fogok lakni.
Nem tudom, azért. Azért nem akarok hajléktalan lenni. Így lakassak egy kicsit, maximum. Egyszer éjszaka lehet, hogy kijövök ide majd. És horror élményt átélni. Ezt lehet, hogy beadom. Ez kicsit vonz, milyen rettegni itt. Na most oké, hogy süt a nap. Most lighty horror film. Éjszaka cesz meg egy zseblámpával itt kódorogni. Ilyen szégyentelen élmény, mi? Amúgy azt hallottam, hogy járnak ide airsoftosok játszani. Szóval annyira nem elhagyatott. Sokan meglátogatják, érdekes hely. Na, nyomjunk ki. Körülnézek a kertben is. Meg talán az ilyen melléképületeket is átvizsgálom. Ja nem, faszt! Mint elnézést. Megyünk le a pincébe. Megnézem a pincés jeleneteket. Ott voltunk fenn. Kapkodok. Ja. Arra felé fogunk menni. Valószínűleg oda, abba az irányba. Elmegyek talán a sárga épületig. Egyébként az a helyzet, hogy ott lehet bejönni, ott van egy kapu, de én ott másztam be, és átsétáltam azon a zöldövezeten, arra felé itt a kerítés mellett. Mehetünk. Amúgy tök jó fedezékeket találok szerintem. Na, így gyújtogattak. Amúgy itt már tüzet is lehet rakni szerintem, tök mindegy, nem? Max. Ne legyél olyan hülye, hogy egy ilyen zárt térbe csinálod. Megfullasszon a füst, de kiulladni ezt szerintem már nem fog. Itt már szerintem ez leégett egyszer. Gyorsan megukkantok erre. Semmi extra.
a horrorfilmet. És akkor közben pedig ez a rész itt nem látszik, és akkor... Nincs senki. Azt mondjuk attól eléggé rettegek, hogy valami szar átszúrja a cipőmet. Nagyobb töv is képes lenne rá. Király a pince, nem igaz? Be fogunk menni ide, azért. Kicsit leállt a videó, lehet. Most lejöttünk ugye az alaksorba, pont lekapcsolta azt a részt, ahol lejöttem az alaksorba, és itt már kell világítani a helyeken. Már föld alatt rész. Nem tudom, mit tároltak, itt a rakétákat tárolták, vajon? Nem tudom. Na. Ilyen céges mobilom van. De szerencsére van rajta zseblámpa. Úgyhogy végül is para részeket is meg tudjuk nézni, hál' Isten. Na, menjünk. És fényes nappali horror jelentet átélni. Így fogom fogni. Semmilyen szagot nem érzek, az a durva. Nincs üdös, szerencsére. A baszki pókhálós. Már googolnom kell, az igazság. Abban nem akarok ott belemenni. Ki tudja, az milyen szigetelő anyag. Ez kell Zsák utca. A más királyba. Különben egy kicsit be vagyok szarva amúgy, az igazat megvalva.
De a jó érzés, nem tudom. Menjünk. Essünk túl a démonjaimon. Menjünk lejjebb. Baszki. Nincs agyam. Horror játékban ez még megfelelő, de itt... Itt tényleg meghalhatok, ha rámugrik valami zombi. Nem kihallanám őket. Baszki. Vannak itt. Hello! Ti is felfedezni jöttetek? Ti ne ijeszgessetek engem! Elpicsom, nem én voltam. Én sem voltam. Csá, ez a kedvenc helyetek? Nem vagy szemben, ugye? Nem, és te? Jóban megbillag fogni. Vagyják tovább. Én már itt jártam. Oké. Okay. Ja, fasza. Én már megnéztem, hazudsz. Ez csak fiatal narkósok, úgy tűnik. Kicsit azért pánikba estem, de elmúlt. Ja. Kocsival jöttek. Na viszont én megyek tovább. Körülnézek a kertben is. Na, kicsit tovább megyünk arra. Kicsit sok a szemét. Különben amúgy nem rossz. Ez fasz a kis környék. Nem, megnézem, mi van arra hátrafelé.
Fasza lenne ilyen kis vágott videókat csinálni most, de nincs kedvem. Kis elsíták a kamera előtt témát. Azok mindig olyan jók. Azokat tökre vicces megnézni. Ez már kicsit sok. Sok szemétnek is. Annyi szemét van itt, mint a szemét. Hát ja, ez lakott valószínűleg. Általában. Ilyen kis pici kiszögellés nálok én is ezzel. Benzintankok vannak itt, csomó. Nem tudom, merre induljak. Hát... Nem hiszem, hogy van tovább. Meg kéne nézni a Google térképet. Sok itt a szemét. Ezt lakják ezt a helyet. De járnak. Szerintem. Hops! Sétáltam az emeletről amúgy itt. VTF, ez a sok benzintank, hogy mi a szar ez? Ah.
szemetes rész, ez már nem jön be. Hát, ja, itt szétkaptak pár kocsit. Tudom, keresek egy ilyen helyet, ahol húztatták a kocsikat a katonák. Nem ismerem itt ki magam annyira, de mindegy, szerintem elindulok visszafelé lassan. Ez volt szerintem ez a katonai laktanya, elhagyatott katonai laktanya bemutató videó. Érdekes hely. Minden bekukkantok azért. Érdekes hely. Lehet, hogy egyszer majd visszajövök ide ilyen éjszakai felvételket készíteni, hogy horror legyen. Nincs itt semmi. Felkavar ez sok szemét. Elegem van a szemétből. Na, szóval ez volt ez az érdekes videó. Hát filozofálgatós videót most nem készítettem, de lehet, hogy ráér az majd otthon. Na csá! Aprócska ez a laktanya, baszki, folyton összefutok ezekkel a fiatalokkal. Négy kicsi fiatal ide járnak pihenni, meg körülnézni. Ja. Biztos. Kicsit eljövök erre, még találtam egy betonplacot. Nézzük, mi van itt. Szerintem megtalálnak a fiatalok. Nopsz. Na igazából faszán eltévedek itt bármikor. Kávéra kell menni. Ott. Erre. Na. Itt valami szerviz helység volt annó. Szervizakna. Sajnos nem találom azt a jelenséget, amit keresek. Nagy gödör vagy mi a péló. Belefér egy teherautó. Ez a sok szemét, ez zavar kicsit. Ennyi szemét, úristen, ki kéne takarítani ezt a helyet. Ilyen király kis parkot lehetne ide építeni, ilyen kis közösségi központot, ilyen játszóteret. Lenne labdázni. Minden hülyeség. Ez mi itt?
fasz a hely. Ez jó volt, ezt még egyszer. Ez az. Hát kell menni el között a kettő között ott. Így. Na, még egy utolsót. Yes. Na, húzzunk haza. Még se hagyom abba, mert még valami van. Ja nem. Ez is csak valami szervizakna. Nem látok halakat benne. Na jó, most már tényleg kifújt a hely, kifingott. Elmúlt, megyek haza. Szemét megterheli a lelkemet. Nem szeretem a szemetet ilyen nagy mennyiségben. De egy szeméttelepe járkálnék néha. Mint faszán lehetne gördeszkázni, biciklizni, vagy ilyesmi. Hát még ezeket az épületeket át lehetne kutatni. Félek, hogy már nem szolgáltatnak olyan nagy izgalommal, mint az eddigiek. Ezt elszkippelem most. Legközelebb. Jövök erre. Na, most. Ez lesz akkor a videó lezáró. Vicces kis hely volt. És ennyi. Na, ennyi lett volna mára. A kirándulás. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Ez most már lehet, hogy tényleg az utcsó videó. Na csá! Kicsit tényleg olyan, mint Csernobil. Nem tudom. Bye. Baszki, vannak ilyen dzsindzsák. Na csá, és itt érnek véget a kalandjaink, úgy tűnik. Ez a bejárat. Tárva nyitva van, kisétálok rajta.
kisgyerekek még itt maradnak. Most már tényleg sem.